Egyszer nem volt olyan, hogy ú, minek kell bejönni. Egy legoldás az életünk. Mindig az igen felé haladunk, nem a nem felé. Mindent megpróbálunk megoldani. Kis irodát alakítottunk ki magunknak, ami régen egy üzlethelység volt. Legesleg még, amikor színház alakult, akkor itt volt a jegyiroda, és akkor a passzás fele volt a kirakata, aztán ki lett adva az üzlethelységnek, az is megszűnt, és akkor úgy elfoglaltuk, mint iroda. Le kéne fúrni az aját, hogy reggel 8-kor bejövünk, mondjuk általában, és akkor mindig járkálok. Ha kell egy kis csavar, ez a... Ezzel pont le is tudod fúrni. Ha elkezdjük a próba 10-kor, akkor is itt vagyok, hogy minél közel vegyek a színpadhoz, hogyha hívnak. Az játszik végül? Igen, az egy játszóasztal. És szedjük le a fogást a falra. Katonában 30 éve dolgozom. Előtte a Várszínházban dolgoztam 7 évet, és előtte a 25. színházban. Fiatal koromban sportoltam, volt egy sportállásom, közben lett egy feleségem, és az apósom azt mondta, hogy ebből nem lehet fenntartani egy családot, tessék egy tisztességes munkát keresni. És ő ott dolgozott az Újságíró Szövetségben az András úton, és ott volt a 25. színház. Oda beprotezsált, és akkor úgy kerültem színházba. Még fiatal és bohókás voltam, akkor csináltunk egy színházi zenekart, kellékes, díszítő. A füstfelhőtől nem látszik, hogy hol a nap, a motorházban megolvad a műanyag. Az Ivánka Csaba, aki sajnos már azóttal meghalt, volt a Topol Eurok társulatnak az énekese. Nem tudom, hogy mitől vagyok neuro. Nem tudom, hogy mitől vagyok neurotikus, kus. Föl kellett volna áldozni a színházi munkámat, hogy csak a zenekar legyen, és akkor én mondtam, hogy fiúk, ne arra gondoljatok, én nekem ez fontosabb. Utána már csak messziről néztem a zenekart. Most újra elkezdtem gyakorolni, mert az akkori gitárosunk idejött díszítőnek, és most föléleztük talán valahogy ezt a zenélést. Már itt öreg fejjel. A kollégával, ugye a szólógitár, én a basszusgitár, dobost keresünk, megpróbálunk egy jó kis zenekart összehozni. Széke Gáborral beszélgettem, és azt mondta, hogy gondok vannak itt a műszaki dolgokkal, csináltunk egy új műszakot, és azóta itt ragadtam. Ez a lépcső, ami most fölmegyünk, ez nem volt régen, hanem egy folyosó volt oldalt, és azt én elbontattam, hogy nagyobb hely legyen a raktárban, és akkor ez úgy lett mindegy át ez a lépcső. Tisztő kollégák itt tanyáznak, végül is itt laknak, mert reggeltől estig majdnem bent vannak, hogyha olyan bemutató időszak van. Igen, szia! Itt a legyen, akkor kezdjük meg a forgószín. Nálunk nagyon jó gárda van, aki már régóta együtt dolgozik. Mondjuk az életben a hűden nagyon sok mindent nem értem el, de ezt úgy gondolom, hogy elértem, hogy azt dolgozom, amit szeretek. Olyan, mintha itt laknék, nem munkahelyre jönnék, hanem egy családhoz jövök. Most bemegyünk a bútorraktárba, ami végül is egy átjáró folyosó, ahol a színpadot meg lehet közelíteni. A lustább színészek azok a biciklőket is itt tárolják. Két korában hulla felakasztotta magát, és most szegény itt fekszik ki a bútorraktárba. A Fényevő című előadás fog menni most. Kérem, álljunk át a második részre, műszakot és takarítókat kérem. Az eső itt fog esni majd, és ide ebbe a vályúba fog beleesni. Akkor elutazik, ugye? Persze. Jó, man! Az esőcsi! You're cool! Statisztálunk a darabba, ezeken az ajtókon fogunk keresztül menni, amit most perforálni fogok, hogy könnyen be tudják törni a fiúk. Én mindig is szeretem statisztálni. Sajnálom. Csőcseléket kell alakítani. Igazi bugyavác. Fodor Pisti. Verekedés, imitáció, lakás, feltúrás, és utána lövéstől megijedünk, és ki kell rohanni. Mindjárt lövöl! Ezt megy lesz, engem ezt én is most megszívtam! Barlok! Állatok!
Nagyon izgultam. Rengeteg olyan emberrel megismerkedtem itt, akik nekem is számítanak, meg az egész országban számítanak valakinek. És a közöttük tudok lenni, és ez nekem az baromi jó érzés. A színpadmester az lehet még nyugdíj utáni színpadmester, hogyha nem megy el az agya. Akarok dolgozni, ameddig tudok, és ameddig szükség van rám. Volt itt a katonában is három igazgatom, mindegyikkel jól kijöttem. Igaz, hogy mindegyik Gábor volt, de működik, úgy tűnik minden.